Kicsivel több mint két évig tart még az úgynevezett Hungary projekt, amely 2019. januárjában kezdődött. A 8 évig futó projekt az egyik legjelentősebb környezetvédelmi probléma megoldását, a levegő minőség javítását célozza, 8 régiót lefedve, 10 magyar településen, Tatabányán, Kaposváron, Pécsett, Budapesten, Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Szolnokon, Békéscsabán és Karcagon. Ezt többek között egy döntéstámogató levegőminőség modellező eszköz fejlesztésével, új légszennyezettségi mérőállomások telepítésével, az érintett települések levegőminőségi terveinek felülvizsgálatával, szemléletformáló tájékoztató tevékenységgel, helyi pilotakciókkal, valamint egy országos tanácsadói hálózat működtetésével valósítják meg a projektben résztvevő szervezetek. A projektben résztvevő önkormányzatok úgynevezett ökomenedzserei rendszeres találkozókat tartanak, ahol megosztják egymással ismereteiket. A célok azok olyan szempontból vannak meghatározva, hogy első számú feladatunk a lakosságnak azon szemléletformálása, hogy azon 6 fókuszterületre koncentrálva, mint a komposztálás, a kerékpáros közlekedés, a energiahatékonyság, vagy például a hatékony szilárdfa tüzelés, ami a következő téli időszakban igen aktuális lesz. Ezekről tudjuk tájékoztatni a lakosságot, és a jó gyakorlatokat tudjuk átadni a számukra. Egy levegőminőségi terv felülvizsgálata során pedig megvizsgáljuk azokat a fejlesztéseket az adott településen az elmúlt 2 éves időszakban, amik esetleg befolyásolhatták kedvező irányba a levegő minőségének az alakulását. Az a tapasztalatunk, hogy a rendszeres tájékoztatás egy idő után úgymond megérik, és a lakosság elkezdi használni azokat a megfelelő jó technikákat, praktikákat, amik segítik ezeket a célokat elérni. Azonban ehhez folyamatos rendezvényeket kell szerveznünk, és a tudatban ezt állandóan fenn kell tartani, hogy érdemes erre a kérdéskörre is odafigyelni, hiszen a levegő az egy olyan tényező, amit nem tudunk befolyásolni, hiszen számunkra muszáj levegőt venni, ezért nagyon fontos az, hogy a környezetünkben a levegő minősége az minél jobb legyen. A közlekedés által okozott légszennyezés csökkentése érdekében a projekt részeként különböző szemléletformáló akciók és helyi pilotakciók indulnak, többek között közösségi kerékpárrendszer kiépítésére, valamint intelligens városi közlekedési rendszerek fejlesztésére. A 16 millió eurós projekt 60%-át az Európai Unió finanszírozza, a fennmaradó részt a hazai központi költségvetés biztosítja. A Hungary projekt 2026. december 31-ével zárul.